Ez a Debrecen Rádió, benne pedig ezen el ünnepélyesen megnyitjuk a mai Vekkert. Itt van Pincés Marian, hello, egy jó reggelt! Egy szép pénteki napon, jó reggelt mindenkinek! Kezdjük el, 2017. február 24-e péntek van, Szegál volt a leggyorsabb, boldogságos, szép jó reggelt Marianni és Vili. Szegál, Hajdú Sámson, jó reggelt hello, neked! Hello, Szegál, jó reggelt! Az ébresztések a 0620-95-95-95-re, megjöhet a Fanglers dala is, ez a valami szép. Egy újabb óra. Mosolyra hangolva. Napjaink és az elmúlt 40 év legjobb zenéivel. FM 95. Debrecen Rádió. 5 perc múlva lesz 4:07, ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig 6-tól 10-ig a szokásos Vekker. Jó reggelt és ébresztő mindenkinek. Jó reggelt a koránkelőknek. A koránkelőknek, nézzük, akik azok a koránkelők, mert hogy jönnek itt az első. Jó reggeltek, Csikánó írja, hogy jó reggelt, péntek van. Igen, és az így lesz egész nap, kérlek szépen. Jó reggelt, Csikánó, nektek ott a konyhában. Jó reggelt, Debrecenből írja nekünk Gábor. Ébresztő Debrecen, ébresztő Gábor. És sziasztok, szeretnék Rácz Evelinnek és Tóth Beatrixnak Szamosszegre rendelni egy ágyból kipattintós jó reggelt. Tehát ezt írta nekünk Ákos, hát akkor oda a Szamosszegre Toldi Beatrixnak és Rácz Evelinnek is jó reggelt, akkor jó Vekkert. Akkor gyorsan ugorjatok ki, jó reggelt nektek. Ébresztő nektek is. 0620-95-95-395 az SMS és Viber számunk. Itt lehet tőlünk ébresztést, meg jó reggeltet rendelni. Azon vagyunk, hogy az egész megye fölébredjen mindenkit. Fölébresztünk és kiugrasztunk egy kicsit az ágyból. És csak plusz 8 fok. Látod? Ezt mutatja itt a telefonom is, meg megnéztem a hőmérőt az ablakban, az is 8 fokot mutatott, úgyhogy elhihetjük, meg hát nem is fáztunk különösebben. Most reggel, amikor jöttünk befelé. Egyébként az előrejelzések szerint többnyire felhős idő várható, eső eleinte nem várható, délutánra viszont elérhet bennünket egy csapadékzóna. A hőmérséklet csúcsértéke 10-11 fok körül alakul. Nem lesz rossz idő, ezt kell, hogy mondjuk így kora reggel. De reméljük gyorsan el is vonulnak a felhők. Ez a 8. Ez már engem nem zavar, ez már így rendben van, nem? Hát februárban azért ilyen 10 fokokról beszélni, azért az nagyon nagy királyság, tehát az azért egészen rendben van. Meg hát beszéljünk egy kicsit, ha már egy kora reggel van, a trapistáról is, így reggelire. Éhes vagy? Igen, menjünk el a trapiszt naprendszerbe már megint, amiről tegnap is beszéltünk egy hát kicsit. Hát akkor egy picit, icipicit hosszú utad lesz. Hát nincs olyan messze, hát 40 fényév, hát szinte itt van a szomszédban, lehet, hogy helyi járatos busz megy arra felé. Ugye tegnap reggel is beszéltünk róla, meg hát ezzel van tele most minden, hogy a NASA csillagászai felfedeztek egy új naprendszert, ahol 7 földszerű bolygót is találtak. Ez hatalmas felfedezés, mert eddig összesen hát a Földön kívül még egy földszerű bolygót ismertünk, most pedig rögtön 7-et is találtak, és a 7 bolygóból 4 olyan közelségben van a csillagához, a naprendszerének a csillagához, hogy akár az élet feltételei is kialakulhattak rajta. Tehát az úgynevezett lakható zónában vannak ezek a bolygók. Akkor csomagolhatok? Azt hát lassanként igen. Az egyik cikkben összeszedték, hogy milyen hely lehet ez a TRAPPIST naprendszer, ahova most azon gondolkoznak már a legmerészebbek, hogy esetleg az emberiség majd egyszer átköltözhet oda, hogyha már nagyon lakhatatlan lesz a Földünk. Nagyon furcsa, mert hogy a 7 bolygó az olyan közel van a naphoz, a naprendszer középpontjához, hogy ugye a mi naprendszerünkben a Merkur van legközelebb a naphoz. Ott viszont még a legtávolabbi bolygó is közelebb van a naphoz, mint a Merkur. Tehát sokkal kisebb távolságok vannak ott, és mégsem forró egyik bolygó sem, mert a nap, az ottani nap, az sokkal hűvösebb, mint a mi napunk. Tehát nem sülnénk meg még a legközelebbi bolygón sem. De érdekes, csak azon gondolkoztam, hogy vajon ezt is ugyanolyan hamar tönkre tennénk, mint a saját földünket. Na de lenne ott belőle 7 rögtön, tehát hogy akkor lehetne egyikről a másikra ugrálni. Egyik nap. Igen. Annyira egyik közel vannak egymáshoz a bolygók, hogy mindegyikről látszik a többi 6 bolygó. Tehát olyan, mintha folyamatosan 6 hold lenne az égen, bármelyik bolygóról is nézel fel az égre. Viszont pont emiatt, hogy ilyen közel vannak egymáshoz, ugye ezek hatnak egymásra, vonzák egymást, meg a keringési pályájukat befolyásolják oda-vissza. Úgyhogy ezeken a bolygókon nem mindig ugyanannyi ideig tart egy év. Tehát ilyen 10-12 napos eltérések lehetnek. Tehát, hogy lefordítva a földi nyelvre, mintha lenne egy év, ami nem tudom, 365 napból áll, aztán a következő az 380, az azután következő az csak... Mit tudom én, 340. Nagyjából a káosz már így is úgyis megszültünk, szóval szerintem ezzel nem lenne gond. Egyébként a virtuális videót láttad? Láttam, amit elkészítettek nagyon érdekes az is. Nagyon, meg gyönyörű szép. Jönnek már a művészeti alkotások, meg mindenféle fotómontázsok. Nagyon érdekesnek tűnik a dolog, és hát
persze azért annyira nem kell kapkodni, mert van időnk rá, hogy kitaláljuk, hogy mit tudnánk ott csinálni. Ugyanis az egyik cikkben meg kiszámolták, hogy mennyi idő alatt érnénk el oda. Tehát ezt tegnap mi is találgattuk egy picit. Ugye 40 fényév távolságra van ez tőlünk, ez csillagászati léptékkel mérve semmi. Tehát az a másik egyetlen nyomvat kis földszerű bolygó, amiről eddig tudtunk, az valami 1400 fényévre van, ez meg 40 fényévre van, tehát csillagászati szemmel nézve az tényleg itt van a szomszédban. Más kérdés, hogy mondjuk a New Horizons szondánk, ami az egyik leggyorsabb, 14,3 km tesz meg egy másodperc alatt, az 817 000 év alatt érne el oda. annyi időm nekem nincsen. Aztán ott van a Juno űrszonda, annak 158 600 év kellene. Hát lehet, hogy addigra feltalálnak egy olyan tablettát, amivel 1 milliárd évig fogunk élni. Hát az is lehet. Az is lehet. De gondold el, hogy 1 milliárd évig élsz, ebből utazol 817 000 évet, hogy odaérjél, és rájössz, hogy úristen, ez nem is lakható. És akkor vissza. Lehet, hogy vissza az egész. Lehet, hogy... Tök felesleges volt az egész út. Lehet, hogy addig olyan tablettát is feltalálnak, amivel végig tudod aludni. Az is lehet, igen. És akkor meg is vagyunk. A mostani űrsiklóinkkal pedig egy röpke másfél millió év alatt érnénk el oda. És itt van a szomszédban. Úgyhogy annyira még ne tervezgessük azt, hogy átköltözünk oda, de egyszer ez az idő is eljött. Na, de egyébként meg megkérdezték az egész ügyről a legszakavatottabb személy tegnap, hogy ő mit gondol az új naprendszerről. A NASA-nak a főnökére gondolsz? Nem, Pataki Attilára. Ja, Pataki Attilára. De mielőtt elmondjuk, meg megbeszéljük, hogy ő mit válaszolt erre, azt hiszem, hogy szusszanjunk egyet, mert szükség lesz rá a válasz előtt, jó? Itt van. Ákos és az indián tánc. 6 perc múlva lesz fél hét, ez a Debrecen Rádió, benne pedig a Vekker. Anikó írja nekünk, hogy neki olyan nehéz hete volt, hogy ő szívesen elmenne ebbe a másik naprendszerbe, elbújja oda egy kicsit. Másfél millió év alatt oda is érhetsz jelen pillanatban, így áll a helyzet. Aztán sziasztok! Ugorját akkor egy picit, jó reggelt neked! Sziasztok, nagy nap van nálunk, mert a kisfiunknak ma van a születésnapja, Danika 7 éves, itt ül Danika a szőnyegen és várja, hogy közhírré tetessék a szüli napját. Legyetek szívesek, mondjátok be, a világ a téla apó, anya és apa köszönti őt, rohamcsiga, puszi mindenkinek. Hát akkor Danika, nagyon 7. születésnapod alkalmából, Isten éltessen téged, boldog szülinapot kívánunk neked, az egész város meg az egész megye téged köszön. A szülőknek üzenjük, egy jó nagy tortát kapjon Danika. Vagy nevezzétek be a szülinapi tortánkra például, mert hogy 10 után az is gazdára talál majd. Illetve szia, szép jó reggelt nektek, szeretnék ébresztőt küldeni Katinak Sárándra. Üzenem, hogy a legszebb érzés, ha rád gondolok, a legszebb érzés, ha rólad álmodom, a legszebb érzés, ha hozzád érhetek és ha veled ébredhetek. Köszike Jocó Derecskéről, jó munkát nektek. Hát akkor Kati Sárándól ébresztő neked, és jó reggelt, Jocó. Jó reggelt. Jocó nagyon szeret téged, és azt meg is üzente rajtunk keresztül. Na, hát vissza kell térnünk akkor megint ebbe a távoli naprendszerbe, mert hogy a legszakavatottabb szemét is megkérdezték erről az egész felfedezésről, kérlek szépen. Tegnap Pataki Attila nyilatkozott az újonnan felfedezett naprendszerről és a bolygókról. Valószínűleg, ha a riporter lennék, nekem is ő jutna legelőször eszembe, hogy kikérdezzem, mert elég szakavatott a témában. Ha már találkozott IT-vel. Ha miért? Ha mi is szoktunk a sikeres párkapcsolatokról beszélgetni itt, nem? Akkor ő is nyilatkozhat nyugodtan a távoli bolygókról. Kérlek szépen, azt mondta, hogy az egész egy nagy simli, még a jéghegy csúcsánál is kisebb. Képzeld el, hogy bemész egy étterembe, ahol látod, hogy hátul nagy konyha működik, és sorra készülnek a finomabbnál finomabb ételek, ám amikor rendelsz valamit, a pincér egy pirítóst hoz neked. De hiszen látom, hogy hátul főznek, sajnálom, csak ez van, mondja a pincér. Még csak véletlenül sem értem a párhuzamot. Hát arra gondol, hogy a NASA-nak ennél jóval nagyobb felfedezései vannak. Jaj, hátul igen. Főzik a konyhában a nagy dolgokat, de nekünk csak az ilyen apróságokat adják be a közvéleménynek. Ez nem egy nagy felfedezés, most őszintén. De hogy ennél sokkal nagyobb dolgok vannak a NASA boszorkánykonyhájában. Persze, hát hogyne. Hát, hogy esetleg találnak életet, vagy olyan... Tehát, hogy a három bolygón lehet, hogy... De hogy ő arra célhoz, mert vannak ilyen összeesküvés elméletek, amik azt mondják, hogy a NASA már régen eljutott a Marsra, már embereket küldtünk a Marsra már az 50-es években, meg ugye tudjuk, hogy a Holdra szállással kapcsolatban is nagyon sok kérdőjel van, sokak szerint. Tehát, hogy a NASA már ennél jóval tovább tart, csak a közvéleménynek ennyit mutatnak meg, hogy most találtunk 7 ilyen bolygót. Érted? Tehát erre gondol ő. És az tény, hogy a NASA már nagyon sok hamisításba belebukott. Tehát nagyon sokszor eleplezték őket, hogy olyan képeket adtak ki, amiket manipuláltak bizonyos bolygókról, a Holdról, sőt még a Földről is. Tehát ebben azt mondom, hogy oké, ebben még van valami, mert tényleg biztos, hogy sok mindent eltitkolnak egyelőre a nagy nyilvánosság elől. De lehet, hogy nem is kell nekünk ezekről tudni, nem? Ezekről a kutatásokról. Hát, és azért szerintem.
erről a felfedezésről szerintem nem mondja senki, hogy ez csak egy kis a jéghegynek a csúcsa, vagy hogyan fogalmazod. De hogy ennél még nagyobbak vannak, ő azt mondja, hogy ennél még nagyobb dolgok vannak. Ja, hát persze, hát mondom, ő már találkozott a UFO-kkal, aztán ki tudja, hogy mit üzent nekünk. Na de várjál, ami a legszebb. Azzal miért nem foglalkozik senki, hogy már 3510 jégkorszakot túlélt az emberiség? Azért, mert az nem passzol a materiális nézetünkbe. Mondja Pataki Attila, 3510 jégkorszakot túléltünk már. Szerintem egy számot tévedett, és 3511 volt. Várjál, számoljuk ki. Azt mondja, hogy a tudósok azt mondják, hogy az első ember, aki elvált a majomtól, tehát aki már nem majom volt, hanem ember, mert azt mondja, az emberiség élte túl. Tehát akkor számítsuk onnan az emberiséget, az olyan 6-7 millió évvel ezelőtt jelent meg. Na most, azt mondja, hogy számoljunk 6 millióval, azt, hogyha elosztjuk 3510-zel, az azt jelenti, hogy 170 évente volt egy jégkorszak a Földön. Tehát 170 évvel ezelőtt mi volt? Az 1848-as forradalom például. Igen. Nem tudom, mire akarsz kiukadni. Csak gondolkodom. Tehát, hogy nem emlékszem arra a mondatra a tankönyvből, hogy és akkor Petőfi a Nemzeti Múzeum lépcsőjén elszavalta a nemzeti dalt az ott összegyűlt jeges medvéknek és pingvineknek. Vagy utána a pesti nép kiolvasztott a Táncsicsot börtönéből. Nem? Tehát ez a mondat úgy nincs meg. De hogyha még szigorúbbak vagyunk, és az emberiséget mondjuk a Homo sapiens megjelenésétől számítjuk, akkor az azt jelenti, hogy a 170 ezer évvel ezelőtt volt körülbelül, akkor meg az jön ki, hogy olyan 50 évente volt jégkorszak, 50 évvel ezelőtt, és az működik. 50 évvel ezelőtt mi volt? Hát a hidegháború. Na? Hülyeséget? Hülyeséget mondott Pataki Attila? Jaj, Vili, de ilyenek is csak neked juthatnak eszedbe. Hát nem, én csak egyszerűen elemeztem azt, amit ő mondott. És ő ezt mondta, hogy az emberiség ennyit túlélt. És ha a Homo sapiens megjelenésétől számítjuk, akkor pont kijön. Meg egy jégkorszaknak pont most van vége, úgy hívták, hogy tél, nem? De, amikor túléltük a mínusz 25 fokat. És az meg bizony minden évben van, akkor meg még keveset is mondott. Jó reggelt, a 33-as út Nagymacsi behajtójánál rendőrautó keresztben a félsávon nem igazoltattak, valószínűleg valami túlméretes járművet várnak, ami lehet kicsit feltartja a forgalmat. Majd köszönjük szépen Janinak ezt az infót, ez van tehát a 33-as út Nagymacsi behajtójánál. Jöhetnek a közlekedési infók, természetesen a 0620-953-953-es SMS és Viber számunkra. És jöhetnek a friss hírek is, mert fél hét lett közben, aztán pedig itt van The Weeknd és a Daft Punk és az I Feel It Coming. Ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig 6-tól 10-ig a Wecker, 6 perc múlva lesz 3-4-7, még csak 3-4-7 lesz, és már milyen világos van odakint. Ez a tavasz első jele bizony. Az viszont nem annyira tavaszias, hogy a következő órákban állítólag még homokvihar is jöhet, mert hogy igen erős viharos szelet jósolnak már a meteorológusok, és ez a szél állítólag még valahol ott Dél-Európa környékén valami homokot, port szedett föl magával, és ez valószínűleg itt nálunk fog majd kicsapódni. Ez olyan érdekes egyébként, erről hallottam már, hogy milyen messziről jön ez a homokvihar. Hát ideig utazik hozzánk. Igen, de hogy a szél idáig el tudja hozni. Hát igen. Lehet, hogy egy szél fog minket elvinni a Trappist naprendszerbe is majd egyszer, ha már ez ennyire jól megy nekünk. Úgyhogy mindenre fel kell készülni. Egyébként a meteorológusok szerint nem fogunk fázni. A következő órákban 10-13 fokot is mutathatnak a hőmérők. Nézzük az SMS-eket, jönnek a közlekedési infók. Zita azt írta, hogy a 47-es emberek Jóújfalu és Derecske között mérnek. Zoli pedig azt írja nekünk, hogy Debrecen és Balmazújváros között valószínűleg baleset miatt az út le van zárva. Kerülni a 33-as úton lehet. A baleset esemény nagyjából Telekföld környékére tehető. Köszönjük szépen. Köszönjük. Laci pedig azt írja, hogy Hajdúhatháznál közúti ellenőrzés, a 4-esen Téglásnál pedig trafipax. Hát akkor beindult az élet már rendesen az utakon is. Na és még két SMS. Nagyon szépen köszönjük, így kell Csulik boldoggá tenni egy családot. Táncoltunk, ugráltunk, én kicsit könnyeztem, és szép napot nekünk már megoldottátok. Kár nagyon szívesen, hogy ez a születésnapi köszöntése igen, az előbb, illetve még egy várjál. Szia, inkább szeretném... mosolyogjatok, mint sírjatok. Várjál, még nincs vége. Szia, szeretném felköszönteni, aki most volt nemrég valamilyen Danikát születésnap alkalmából. Nem kívánok egyebet, csak hogy minden lépésednél kísérjen a szeretet. Hű lelkedre áldás szájon, hű szívedre nyugalom. Legyél mindig olyan boldog, mint ezen a szép napon. Köszike Jocó Derecskére. Jocó, jó fej vagy, átadtuk az üzenetedet. Akkor még egyszer boldog szülinapot Jocó által is. Reméljük, Dani hallotta.
Reméljük, és akkor most már még boldogabb a napja. Na de hogy milyen lesz a folytatás, azt a horoszkópból próbáljuk kiolvasni. Ez itt a Debrecen Rádió, jó kis dögös ébresztő dal volt ez. Jó reggelt mindenkinek, 8 perc múlva már 7 óra lesz, a mai Vekker kellős közepén vagyunk. Jönnek szépen sorban az SMS-ek, Rohamcsigáik megköszönték Jocónak a szülinapi köszöntést, oda-vissza most már akkor szeretik egymást. Aztán Tibi írja nekünk, hogy jó reggelt, nincs ebben a homok és szél párosban semmi különös, hisz tanultuk, hogy az Amazon az őserdeit is a Szahara homokja táplálja. Igen. De igen. Hogy ez milyen érdekes, nem? Ettől függetlenül, érdekes, hogy ezt tanultuk és tudjuk. Annyiból említettük meg mi is, hogy azért ez viszonylag ritkaság itt nálunk, hogy ilyennel találkozunk. Minden évben előfordul egyszer-kétszer, hát az nyilván említése miatt a dolog. Illetve Újvárosról kaptunk egy üzenetet, felébredt a városunk, ezúton is hallgatunk, jó titeket hallgatni és rátok figyelni. Köszönjük szépen, mi is igyekszünk rátok figyelni. Na és közben sikerült kiderítenünk, ha már Újvárosnál tartunk, hogy mi történt az úton. A rendőrségtől kaptunk tájékoztatást, reggel 5:30 körül a Balmazővárosi és Látókép közötti hídon összeütközött két személygépkocsi. Még egyelőre nem tudni pontosan, hogy hogyan történt a baleset. Minden esetre tart a műszaki mentés és a helyszínelés. Teljes útzárban jelen pillanatban. A rendőrök a forgalmat Debrecen felül a 33-as úton a Látóképi csárdánál a Hortobágy és a Nagyhelyesi körforgalom irányába terelik. A Balmazővárosi felül érkezőket pedig a forgalmon, tehát aki Balmazővárosi felül érkezik, az a belterületen haladhat tovább. Óvatosan, ez nagyon rosszul jön most így a reggeli csúcsforgalom. Most gondolom, nagyon örülnek az újvárosiak, hogy kerülnie kell. Úgyhogy aki Debrecenbe tart, az mindenképp időben induljon el. Hát te meg pont, akkor pont ott jöttél el, nem? Hát gyakorlatilag én szerintem 5 perccel hamarabb. Akkor te még nem láttál ebből semmit. Nem. Szerintem 5 perccel hamarabb jöttem el ugyanazon a szakaszon, igen. Hát ez bizony fog problémát okozni, hogyha sokáig így marad. Figyeljük természetesen az eseményeket, reméljük, hogy hamarosan már jobb hírekről tudunk beszámolni. És hát ha minden igaz, akkor most az emberek többsége a fürdőszobában hallgat bennünket, mert hogy kérlek szépen, itt egy nagyon érdekes tanulmányt olvasok a neten. Végeztek egy felmérést arról, hogy reggelente mennyi időt töltünk tollászkodással. 5 percet. Mondod te, és szerinted ki tölt reggel több időt a fürdőszobában, a férfiak vagy a nők? Hát a nők. Hát persze, hogy a nők. Semmi nem stimmel abból, amit mondtál, természetesen. Az jött ki ebben a felmérésben. Na most azt nem mond nekem, hogy a férfiak több időt töltenek a fürdőszobában, mint a nők. Egy picit igényesebbek vagyunk, mint én. Ez tulajdonképpen ennek a felmérésnek a lényege. A következtetés nagyon rossz, de egyébként nem akarom elhinni. Komolyan? Tehát ezt azt írja. Mondja, tehát vannak nemzetközi adatok. A nemzetközi adatok szerint a férfiak reggelente 83 percet töltenek a fürdőszobában. Ez kamu. A nők pedig 79-et. Ez meg még kamu. Nem hiszem el. A magyar adatok pedig úgy néznek, hát, mi magyarok a nemzetközi adatokhoz képest egy picit igénytelenebbek vagyunk e szerint. Azt írják, hogy a nők... Minden embernek, bocsáss meg, hogy a szavadba vágok, de minden embernek olyan rohanós a reggele. 83 hát, perc. Tudom, hát ezt írják. 1 óra 23 percet. De a magyar átlag a nőknél reggel 57 perc, a férfiaknál 54 perc. Neked mennyi? Nekem olyan 6 perc körülbelül. Nekem 5. De várj, de mi férfiak ebből az 54 percből, amit a fürdőszobában töltünk, 53-at azzal töltünk, hogy rátok várunk, hogy végre átadjátok nekünk, nem? Én ezt az így lehet, tudom elképzelni. Az lehet. De tényleg, tehát ezt nem hiszem, hogy ezek valós számok lennének. Ott érzem a csavart a dologban, hogy a felmérést az egyik nagy kozmetikai vagy illatszerekkel foglalkozó áruházlánc készítette. Tehát simán nekik, el tudom képzelni, simán ez az érdekük, simán az érdekük, hogy az jöjjön ki, hogy mennyi időt töltünk a fürdőszobában tollászkodással, és ehhez nyilván kellenek illatszerek, amiket esetleg tőlük veszünk majd meg. Este buli előtt abszolút el tudom képzelni. Azért gondolj bele, mire lezuhanyzol, a hajmosás, aztán mire megszárítod, mire kivasalod a hajad, mire egy kis minket már teszel. Már nem én, hanem te. Igen. Esetleg egy kis gyanta, esetleg egy kis, nem tudom, testápoló, így simán összejön másfél, kettő, két és fél, három, sok óra, de reggel ez... De nem tudod elképzelni, hogy valaki ezt minden reggel megcsinálja? De. Hát vannak sokan. Pont ebben a sorrendben. Ez az átlag. Tehát ha úgy nézik, hogy ez az átlag, mert nyilván van, aki ennél jóval többet tölt reggel a fürdőszobában, és van, aki jóval kevesebbet. De átlagosan 83 perc a reggelente? Nem az a magyar adat. A magyar adat az 57 perc és 54 perc. És az a furcsa, hogy a férfiaknál egy picivel több ez az idő. Egy órát senki nem tölt reggel a fürdőszobában. Hát mi nem töltünk, ez tény. De miért lehetne olyan, aki eltölti ezt az egy órát? Hát lehet, persze, hogy lehet, de hát szerintem... Hát Csikánóék például éjjel-nappal a konyhában vannak, mindig onnan jönnek. Miért lehetne olyan, hát aki éjjel-nappal a fürdőben van? De én azt mondom, hogy ahogy a múltkor a dugóval csináltuk, ma is végezzük el ezt az emberkísérletet, jó? Mindenki legyen kedves, mérje le, hogy ehhez az
57 és 54 perchez képest ő ma reggel mennyit tölt a fürdőszobában. Meg azt is megírhatnák a kedves hallgatóink, hogy mit csinálnak ott ennyi ideig. Jó, hogy mivel telik az a X idő, amit ők töltenek. Hogy kíváncsi vagy. Igen, mert megint találtunk egy olyan statisztikát, ami valószínűleg nagyon sántít. A szerintem abszolút sántít, igen. Mondom, tehát el lehet a fürdőszobában tölteni nagyon sok időt. Kérdés az, hogy mivel, meg az, hogy, tehát az, hogy mikor, tehát nekem az, hogy reggel töltesz el ott annyi időt, az, az kicsit hihetetlen. Na, majd én elmondom, hogy a férfiak mit csinálnak a fürdőszobában, jó? Új, jó. Neközben várnánk akkor az adatokat a kedves hallgatóinktól, hogy ma ki mennyi időt tölt a fürdőszobában, óra indul, és ott is lehet bennünket hallgatni természetesen. Erika Iglesias jön. Ez a Debrecen Rádió, benne pedig a Vekker. Jó reggelt és jó Vekkert mindenkinek. Ébresztő, végre péntek van, 7 óra múlt, itt van Pincés Marian. És Balog István Vilmos a stúdióban. Jó reggelt mindenkinek. És itt vannak a hallgatóink is, küldik a közlekedési infókat. Sziasztok, Vámos Pérs Nyírábrányi kijár a trafi császátor, és jó reggelt, jó Vekkert, a Vámos Pércsi úton trafi van, ezt pedig Évától kaptuk. Óvatosan mindenki, vigyázzanak magukra. És közben jönnek az első adatok is arról, hogy ki mennyit tollászkodik reggelente a fürdőszobában. Megnézzük ezeket, és de előtte hadd mutassunk egy újdonságot. Alessia Cara és a Scars to Your Beautiful. Ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig a Vekker. 3 perc múlva lesz 4-8. Hello, jó reggelt és jó Vekkert mindenkinek. Zajlik az élet rendesen az utakon. Hát úgy tűnik, hogy most Vámos Pércsi a főszerep, mert Vámos Pércsi és Nyírábrány között is van egy trafi, illetve Debrecenben a Vámos Pércsi úton, úgyhogy óvatosan balesetmentes közlekedés kívánunk mindenkinek. És hát nem balesetmentes sajnos a közlekedés, mert Balmazújváros és Debrecen között pedig teljes útzár van. Két személyautó ütközött össze még reggel olyan 17:30 körül. Ez bizony nagyon rosszul jön a reggeli csúcsforgalomban. Természetesen figyeljük folyamatosan, hogy mi történik ott éppen, amint feloldják az útzárat, valamennyire lehet majd közlekedni, akkor természetesen azonnal szólunk. A forgalmat egyébként Debrecen felül a 33-as úton a látóképi Csárdánál Hortobágy és a Nagyhelyesi körforgalom felé terelik, a Balmazújváros felől pedig a forgalom belterületen haladhat, ez áll a rendőrség közleményében. Óvatosan mindenki. A 0620-95-95-3-95-re lehet egyébként nekünk küldeni a közlekedési infókat, és hát kapjuk az első adatokat arról is, hogy ki mennyi időt tölt így kora reggel a fürdőszobában. Hát nagyon alatta vagyunk annak, amit a statisztika mutat. Megbeszéljük majd ezt nem sokára, jó? De előtte... Mondtam én. Előtte sportoljunk egy kicsit, mert az is nagyon egészséges és fontos reggel. Úszó OB lesz hamarosan Debrecenben. Debrecen Rádió. Debrecen. Reggel. Április 19-től 22-ig Debrecenben rendezik meg az idei úszó országos bajnokságot. Ezt Bínert Gusztáv, a Magyar Úszószövetség elnöke jelentette be csütörtökön a Cívésvárosban. Elmondta, hogy miért választották Debrecent, és kitért arra is, hogy az esemény után a MUSZ elnöksége kihelyezett ülést tart a városban. A Magyar Úszószövetség elnöksége egyhangulag úgy döntött, hogy azt a pályázatot, amit kiírtunk, hogy melyik város rendezze meg 2017 áprilisában az országos bajnokságot Szécsi Tamás emlékére, Debrecen városa nyerte. Ilyen módon Debrecen fog otthont adni április 19-e és 22-e között ennek a versenynek, ami egyúttal kvalifikációs verseny is a budapesti világbajnokságra. Debrecen egy csodálatos központja a magyarországi úszásnak. 2014 után visszatér az országos bajnokság Debrecenbe. A legjobb pályázatot Debrecen adta be, és biztos vagyunk benne, hogy egy kiváló eseményt fognak az itteni rendezők megrendezni. A Magyar Úszószövetség elnöksége kihelyezett ülést fog tartani Debrecenben. A fő téma az április 30-ai közgyűlés előkészítése, a tisztújítás, az elnökség 6 tagját potolni fogja a közgyűlés, alapszabálymódosítás, főtitkárral kapcsolatos döntések. A tájékoztatón részt vett Barcsa Lajos alpolgármester is, aki örült annak, hogy újabb sporteseménynek ad otthon Debrecen. Arról is beszélt, hogy a város jövőre egy új 50 méteres medence építését tervezi. Ismét Debrecenre irányul a figyelem, hiszen 3 hónappal a vizes VB előtt biztos vagyok benne, hogy a legnagyobb úszóink is eljönnek erre az országos bajnokságra, és nagyon színvonalas úszásoknak lehetnek majd a debreceniek és az ide látogatók szemtanúi. Természetesen szívesen adunk helyt egy ilyen rendezvénynek, az mutatja a város régióban, országban betöltött szerepét is, hogy egy ilyen rendezvényt meg tudunk rendezni, hiszen két vizes világeseménynek is adtunk már helyszínt, egy országos bajnokság pedig nem lehet probléma ennek a rendezése, hiszen itt olyan szakembergárda is rendelkezésre áll, akik már évek óta dolgoznak ezen a területen. Több jelzést is kaptunk, hogy nincs szabad vízfelület a sportuszodában, és emiatt mindenféleképpen szükséges volna egy új
50 méteres medencét megépíteni. A város közgyűlése idén arról döntött, hogy a jövő évi költségvetésbe be fogjuk tervezni az önerős részét, amit a városnak viselnie kell itt az új sportoszoda kapcsán. Ez 315 millió forintot jelent, és jövőre, amennyiben az úszószövetség támogatja ezt az elképzelést, már pedig itt elnök úr erről biztosított, akkor elindulhat ennek a új sportoszodának a kivitelezése. Becski András, a Debreceni Sportcentrum ügyvezető igazgatója szerint rangos tornára van kilátás, hiszen sok úszó ezzel a megmérettetéssel készül a nyári budapesti VB-re. Örülünk, hogy 2014 után ismét Debrecen adhat otthont a felnőtt országos úszóbajnokságnak, ami azt gondolom, hogy Magyarország egyik legrangosabb versenye. Külön érdekes, hogy most azelőtt a vizes világbajnokság előtt kerül megrendezésre, amit ugye Budapest rendez, és ugye ez egy kvalifikációs verseny lesz, tehát nyilván az ide látogató versenyzők már a csúcsformába kell, hogy jöjjenek, és azt gondolom, hogy azokat a nagy neveket, akikre komolyan büszkék vagyunk, őket a kellő szeretettel, a kellő debreceni vendéglátással fogjuk majd fogadni. A Debreceni Sportcentrum stratégiájában különösen hangsúlyos az, hogy minden évben rendezünk olyan hazai vagy nemzetközi eseményeket, amely öregvítheti a város hírnevét, úgyhogy ebbe a sorba azt gondolom, hogy komoly helye és szerepe lesz a idei országos bajnokságnak is. Köszönjük szépen, tehát akkor mondjuk el még egyszer, április 19-e és 22-e között Debrecenben rendezik meg az idei úszó országos bajnokságot, valószínűleg az összes nagy magyar úszósztár részvételével. Biztos, hogy sokat fogunk még erről beszélni addig, meg közben is, meg még utána is, néhány napig, néhány hétig. Most viszont ma reggel arról kell beszélnünk, hogy ki mennyi időt tollászkodik a fürdőszobában, mert nem nagyon akarjuk elhinni ezeket az adatokat, amit itt az egyik statisztikában találtunk. Eleve az hihetetlen, hogy ez szerint a férfiak több időt töltenek a fürdőszobában, mint a nők, de ami még hihetetlenebb, azt hogy... eddig is tudtam, hogy a férfiak hiúak, de azt, hogy ennyire... Mi nem azzal töltjük az időt, amire te gondolsz. Majd elmesélem, hogy mi mit csinálunk a fürdőszobában, jó? Akarom én ezt tudni. De az meg végképp hihetetlen, hogy egy hétköznap reggel a nők is és a férfiak is majdnem egy órát vannak a fürdőszobában. Teljességgel felfoghatatlan szerintem. Jó, mondjuk, mi szerintem a lista legalján szerepünk, tehát 5 és 6 percet szerintem rajtunk kívül senki nem tölt a fürdőszobában. Meglátjuk, majd mondom mindjárt, hogy miket küldenek a hallgatóink, jó? Ezt kértük a hallgatóinktól, hogy mindenki mérje le, hogy ma reggel mennyit töltött a fürdőszobában, várjuk az adatokat, jönnek is, mindjárt elemezgetjük őket egy kicsit. Közben pedig hát valamennyire passzol a témához a következő dalunk. A Pussycat Dolls és az I Don't Need a Man. Ez itt a Debrecen Rádió, 7 perc múlva lesz 7:30, a mai Vekker kellős közepén vagyunk. Jó reggelt és jó Vekkert mindenkinek! Jó reggelt, és reméljük a fürdőszobában zavarkodunk most. Igen, bár péntek van, ilyenkor már lehet egy kicsit lazítani, és a fürdőszobában is többet tollászkodni, mint ugye egyébként, ilyenkor már a főnökök is elnézőbbek, hogyha emiatt egy kicsit esetleg megcsúszunk, mert hogy ugye hát ez a ma reggeli témánk. Itt van egy furcsa statisztika, ami azt mondja, egyrészt furcsa, mert azt mondja, hogy a férfiak olyan 4 perccel többet tartanak a fürdőszobában reggelente, mint a nők. A másik furcsaság, hogy mennyi ez? Hát a férfiak, állítólag a magyar férfiak 57 percet készülődnek reggel a fürdőszobában, a magyar nők pedig 54 perc alatt összekapják magukat tulajdonképpen ehhez képest. És akkor most nézzük a valós adatokat, mert én ezt nem akarom elhinni. Arra kértük a hallgatóinkat, hogy mérjék le, hogy nekik mekkora a fürdőszobában, mármint az ott töltött idő. Na, azt mondja, hogy Kamilla, fuha, nekem az anyukám tetvészkedik minden reggel a fürdőben, de el nem tudom képzelni, mi a fenét csinál. Másfél órát tölt el, yes, és ez susom. Reggel 5-kor kell felkelnie. És látod, Kamillától pedig elveszi az időt. Hát nem, mert hát reggel 5-kor föl kell, bemegy a fürdőbe, akkor fél hétre kész van. Kamilla, hát honnan tudod, hogy Kamilla hányra jár dolgozni? Hát az is lehet, de most azt gondolom, hogy akkor fél hétre jön már mehet be a fürdőszobába. Tehát eltölti a sok időt, de ehhez korán is kell, tehát vállalja azt a... Másfél órát? Pluszt. Nem tudom elképzelni, hogy reggel mit lehet a fürdőben csinálni. Hát mi férfiak el tudunk ott tölteni egy órát egyébként. De mit csináltok? Hát mit csinálunk? Megállunk a tükör előtt, csodáljuk a testünket, hogy mennyire izmosak vagyunk. Aztán, amikor kicsit már vizes a hajunk, akkor készítünk pár vicces frizurát, azt is nézegetjük a tükörben. Elfogadom, ez tök jó, ez nagyon jó. Ezeket le is kell fényképezni, esetleg igen, tovább is lehet küldeni, mondjuk nektek, hogy drágám, jól állna egy ilyen kakastarai például középen. Na ez cuki. Tehát ezt elfogadom, hogy ezzel eltökölsz 10 percet, 15 percet. Aztán hát a borotválkozás. Hát ott igen, egy pár bajuszformát ki kell próbálni, vicceset, komolyat, ilyet-olyat, pár szakálformát ki kell próbálni. Hát ez mind idő.
Nekünk és azt is lefotózod, és azt is tovább küldöd, ha jól sikerül, akkor igen, természetesen. Hát azt meg kell mutatni a világnak, milyen jól állna nekem, mondjuk nem tudom, hogy a Hitler bajusz, vagy valami. Tehát, hogy azt ugye az ember megmutatja a világnak. Akkor néha így rájön az alkotási vágy, így reggelente? Igen, tehát, hogy nekünk szerintem férfiaknak, ha sokat vagyunk bent a fürdőben, akkor az ezzel megy el, az ilyen hülyeségekkel. És azt hogy kell elképzelni, hogy csinálsz egy ilyen félig bajusz, félig ilyen, itt meghagyod a szakállat, és kikacsintasz, hogy karcsi, hogy nézek ki? Karcsi a maskám még, mielőtt valaki félreérteni. Hát igen, körülbelül az embert elszórak. Mi szórakozunk. Szerintem mi férfiak, vagy legalábbis én, mi a fürdőszobában szórakozunk, és szerintem nekünk ezzel megy el az idő nagy részt. Egyébként, ha rohanni kell, akkor ilyen 3 perc. Zuhany, fogmosás, borotválkozás majd holnap, egy kis illatszer, fölöltöztünk, és már ott se vagyunk. Most azon gondolkozom, hogy a nők szoktak-e pillangót borotválni a lábukra, de szerintem mi addig nem hagyjuk, hogy megnőjön a szőr, hanem gyorsan, szerintem már 2-3 nap után idegesít minket, és lekapkodjuk. Na várjál, aztán maximum 6 perc, a férjem 5 perc, a gyerek 3 perc, írja valaki SMS-ben. Hát ez jóval az reális átlag alatt van. Hát szerintem reális. Aztán mosdás, fogmosás, fésülködés, egy kis pipere 5-6 perc, este persze jóval több. És még valaki írja nekünk, hogy nálam stimmel, simán el vagyok egy órát reggel a fürdőben. Panna írta ezt nekünk. Dóra is azt írja, hogy minden reggel körülbelül 1 órával korábban kelek, hogy nyugodtan le tudjak zuhanyozni, és legyen időm készülődni. És nagyjából ki is töltöm ezt az 1 órát. Egy igényes ember így tesz. Én nem gondolom magam igénytelennek. Én nem gondolom magam igénytelennek. Kész vagyok 5-6 perc alatt. Nyilván fogmosás, megmosom az arcom, megfésülöm a hajam, kész vagyok. De egyébként szerinted, most gondolkodj el a hírek alatt ezen a kérdésen. Várj. Az férfias, jó pasi, aki nagyon, nagyon sokat tollászkodik? Pipere? Nem. Aha. Na, ezt gyorsan megválaszolod. Azért gondolkodjunk el ezen a kérdésen még, jó? Most viszont jönnek a hírek, aztán pedig itt van Robin Schulz dala is. Gary Halliwell és az It's Raining Man. Hál' Istennek csak ennyi esőre kell számítani ma reggel, ami ebben a dalban volt. Sőt, hát kimondottan derült az égbolt, és egyre biztatóbban süt a nap is odakint. És jó reggelt. Fokot mérhetünk odakint. Jó reggelt, jó Vekkert mindenkinek. Ez itt a Debrecen Rádió. Benne pedig 6-tól 10-ig a Vekker. 3-4-8 lesz 4 perc múlva. Egy jó hír az utakról. Most kaptuk az infót a rendőrségtől, hogy félpályán már megindult a forgalom Balmazővárosnál. Ugye Balmazőváros és Látókép között a keleti hídon még olyan reggel 5:30 körül történt egy baleset, 2 személyautó ütközött, eddig teljes útzár volt. Pár perccel ezelőtt viszont legalább félpályán most már megindult a forgalom. Ez legalább jó hír. Hát ez nagyon, nagyon rosszul jött, ott a reggeli csúcsforgalom van ez a lezárás. Mindenféle lezárás mindig rosszkor jön, de ez meg most aztán különösen. De mivel péntek van, reméljük, hogy a főnökök egy picit enyhébb szívűek lesznek ma. Vagy a főnökök is arra jönnek, és késnek ők is. Hát igen. Na, nézzük, hogy miket írnak a hallgatóink, mert megint találtunk egy statisztikát, amit nem akartunk elhinni. Azt írja a neten az egyik cikk, hogy végeztek egy felmérést, amiből az jut ki, hogy a nemzetközi adatok szerint a férfiak reggelente 83 percet töltenek a fürdőszobában, a nők pedig 79-et. Ez több szempontból is kérdőjeles, hogy a férfiak többet töltenek a fürdőben, mint szerintem a nők, csak meg ilyen sokat reggelente. Egy tizedes vesző szerintem lehagytak, és ennyi az egész. 7,9 és 8,3. Az viszont lehet. De a magyar, és akkor készen vagyunk. A magyar adatok is így stimmelnének már, mert a magyarok állítólag a nők 57 percet vannak reggel a fürdőszobában, a férfiak pedig olyan 54-et. Illetve bocsánat, nem rosszul mondom. Fordítva. A nők átlagosan 57 percet vannak a fürdőszobában, a férfiak pedig 61-et. De ha már, tehát itt is a mi férfiak többet vagyunk a fürdőben. Tizedes veszővel tévedtek, akkor szerintem a sort is megtévesztették. Mert azt nem akarom elhinni, hogy a férfi több időt tölt a fürdőszobában, mint a nő. Mondom, azért töltünk ott több időt, mert rátok várunk, hogy végezzetek végre. Aha. Na de hát jönnek itt... főzünk, vagy készítjük a kávéitokat és a teáitokat reggel. Várjál, jönnek itt az ötletek a hallgatóinktól. Anita küldött egy videót, az amerikai szépség elejét küldte el nekünk, hogy a férfiak mit csinálnak a zuhany alatt. Mit csinálnak az zuhany alatt? Nem részletezném. Annyit üzenik Anitának, hogy... Megkönnyebbülnek? Annyit üzenik Anitának, hogy az nem tart ennyi ideig. Tehát az nem rontja a statisztikát. Az sics, úgy megvan. Sőt, inkább csak sics. Aztán Zoli írja nekünk, hogy ma reggel 2 perc se volt. Jó, mondjuk most nagyon késésben voltam. Hát igen. Fogat mostál, megmosogottál, kész vagy. De hogy ugyanazt a reggeli rutint milyen gyorsan el tudod végezni, amikor sürget az idő. Mert azért mosakodás, meg fogmosás nélkül azért nem indulsz el otthonról. Igen. De hogy ami egyébként úgy kényelmesen egy olyan 1/4 óra mondjuk reggel, az amikor úgy ébredsz, hogy úristen, és akkor mire máskor egyáltalán kikászálodsz az ágyból, addigra már ott állsz kabátban, cipőben, sapkában és útra kész vagy. Én ezért haragszom is magamra, mert van, hogy még 1/4 órát szundizok, és pedig tudom, hogy sokkal kényelmesebb, tehát sokkal jobban szeretek kényelmesen készülődni. De mikor lassan, érzed? Mint egy
rummogó medve így kimászok az ágyamból, elér meglátod az árnyékodat. Akkor megijedek. Igen. De mikor érzed jobban magad egyébként, ha még visszadőlsz egy kicsit? Nem, hát és nyilván, mondjuk egy hogyha... picit pihentebben ébredsz, vagy hogyha úgy van idő nyilván, minden eleggel. Ha hagyok magamra időt, akkor meg kényelmesebb, akkor sokkal jobb. Jobban érzem magam, mint hogyha kapkodni kell, hát ki szeret kapkodni, és akkor a kocsiban veszed észre, hogy hopp, papucs van a lábadon. Ja, igen, például, igen. Az egy óra sok, de a fél óra nekem simán megvan minden reggel. Zuhany, fogmosás, smink, ez Zsuzsa írta nekünk. Hát a fél óra is még azt mondom, hogy elviselhető, belefér. Mondjuk, ha sminkelsz is, meg zuhanyzol is, akkor ügyes vagy, hogy fél óra alatt végzel. Na várjál, valaki elküldte a komplet reggeli rutinját. Nálam a fürdés így néz ki. Tusfürdőzés, testradírozás, leöblítés, intim mosakodás, megtörölközés, testápolás. Nem minden nap, nem mindig igényli a bőröm. Arcápolás, arclemosás, áttörlés, szérumfelvitel, arckrémezés, fogmosás, és már kész is vagyok. Mondd el, légy szíves, hogy mivel dolgozol, vagy hol dolgozol, mivel foglalkozol, mert hogy oké, hogy nem minden nap, ugye azt írta, de ezt egy hetente egyszer is megcsinálni. Ez sok idő? Hát ne viccelj már, mire átradírozod a felsorolni testet. Sok volt. Hát ha alacsony vagy, kicsi vagy, akkor nem ja. Olyan sok. Hát nekem szerintem ez egy két órás művelet, vagy nem tudom, de majd hát ha megírja a kedves hallgató, hogy lehet, hogy ez 25 perc alatt befejezi. Nálam stimmel, simán el vagyok egy órát reggel a fürdőben, írja nekünk Peti. Peti, ne. De miért? De lehet, hogy elalszik a kádban azért. Azt az egy órát töltsd a kedveseddel, és bókolj neki, lehet, és udvarolj neki. Lehet, hogy szingli. És az ő testében gyönyörködj, ne a sajátodban légy. Lehet, szíves. Hogy szingli, és így ezért muszáj mindig jól akkor kinézni, mert sose lehet tudni, hogy mikor az mikor más, mert akkor valószínűleg tényleg akkor eldubickol a kádban, akkor egy kicsit most szemet hunyok fölötte. De egyébként ne töltsön szerintem egy férfi egy órát a fürdőszobában. Miért imádjátok magatokat? Hát mert olyan szépek vagyunk. Jaj. És most egyébként komolyan mondom, te szeretnéd, hogyha a nők udvarolnának neked? Jaj, Vili, de szép csupasz a lábad. Milyen jó, hogy legyantáztad. Olyan szépen kihúztad ma a szemed például. De most komolyan, tehát mi nyilván szeretjük, hogyha nekünk udvaroltok. Nyilván ezért is készülődünk. De hát milyen hülyén jön ki, hogyha mi udvarolunk nektek, és azért nem is tesszük. Jó, de nem is arról van szó, hogy hát azért a mi testünkön is van mit csinálni, a mi testünket is ápolni kell, nem? Persze, hogy kell ápolni, hogy ne, az igényesség nagyon fontos, meg az ápoltság, de szerintem negyed óra alatt ez a művelet, ez befejezhető. Egykora testnél, mint az enyém. Igen, szerintem akkora testnél. De akkor ti miért nem tudjátok negyed óra alatt befejezni? Mert nálunk mondjuk egy sminket is, mire egy igényes sminket elkészítesz, az nem tudom, 10 perc minimum szerintem. Mondjuk a rutinosok lehet, hogy már 2-3 perc alatt megcsinálják, de aki tényleg egy igényes sminket el szeretne készíteni, az egy 10 perc. De egyébként a nőknél is szerintem fél óránál tovább nem kellene, hogy tartson ez a reggeli készülődés. Tehát akkor azt mondod, hogy neked az olyan pasik nem jönnek be, akik nagyon sokat vannak a fürdőben, minden reggel egy órát készülődnek. Nem, és megmondjam, hogy miért. Tehát Petinek nincs esélye például. Hát ne haragudj, Peti, de nincs. Nem, mert ez az egész azt sugallja, hogy sokkal fontosabb az ő teste. Mint a tied? Nem, mint az enyém, nem. De hogy a férfinak nem az a dolga, hogy önmagát dicsérje. Jaj, persze, de ha meg rosszul nézünk ki, akkor meg beszóltok. De Vili, nem azért fogok beléd szeretni, mert magas vagy, vagy alacsony vagy, vagy van pocakod, vagy nincs pocakod. Hányszor beszéltünk már erről? A férfiasság a lényeg nálunk. Amíg jó, régen... de azért a külső is fontos. Persze, hogy fontos, igen. A kémiának az azért a szépségért szenvedni kell. Működnie kell. De amíg régen, vagy hát most is igazából, a nő szépsége megigéz egy férfit, addig mi nem a csupasz lábatokért fogunk belétek szeretni. Jó, hát vagy azért, mert frissen vagy borotválkozva. Rajtunk mást kell rendbe hozni. Mit tudom, meg kell borotválkozunk, vagy pont, hogy nem kell, de ha borostás vagyok, az is munkát igényel egyébként. Munkát igényel, igen, de most egy óra hosszáig elpepecselsz rajta. Hát én a szakáll, amikor éppen szakállam van, azzal tudok csak igazán elpepecselni. Hány perc alatt borotválkozol meg? Hát ha csak simán megborotválkozom? Uh-huh. Az mondjuk viszonylag hamar megvan, 3-4 perc, de amikor éppen szakállam van, mert néha szokott lenni, akkor azzal el tudok tökölni. Nagyon sokat. Hogy itt egy picit belenyírok, ott egy picit belenyírok, túlnyírtam, akkor a másik oldalon is hozzáigazolok. Jó, de ez már a móka része, nem? Ez már a móka része. Nem, ez nagyon idegesítő tud lenni. Amikor a szakálnyíróval túlnyírod, és akkor itt is túlnyírom, meg akkor meg itt lett rövid, és akkor fogom, és akkor végén levágom az egészet, de addigra már eltelt fél óra. Azt hittem, hogy ez a kreativitás része, amikor próbálgatod, hogy... Kérdezzük meg a hallgatóinkat is szerintem, hogy főleg a nőket, hogy nekik milyen pasik jönnek be. Bejönnek-e az ilyen nagyon piperkőc pasik? Ki az, akinek ez
ez bejön, és ki az, akinek nem, írjátok meg ezt is nekünk, jó? Meg hogy milyen a férfi ideál akkor, mert most már én nem tudom. Már most megint visszamegyünk a 80-as években, amikor egyszerűen szőrös, büdös és bunkó. Most miért ne legyen egy férfi szőrös? Úgy született szőrösen. Mert nem szeretitek. Ez hülyeség, szerintem. A legtöbb nő nem szereti, szerintem. Na, írjátok meg ezt is. Mennyit kell egy férfinak odafigyelni a testére? Mennyi az elfogadható, és egyáltalán bejön neki a piperkőc, pasik? 0620 95 95 395 Opitz Barbie és a győztes dal. Ez a Debrecen Rádió, benne pedig a Vekker. Jó reggelt és jó Vekkert mindenkinek. Ébresztő, 8 óra múlt, itt van Pincés Marian. És Balogh István Vilmos, jó munkát mindenkinek. SMS-ek mindenfelé jönnek itt a hozzászólások az előbb feldobott témához. Mennyit piperészkedünk reggel a fürdőszobában, és milyen a férfi ideál, és jó pasi a Zámbó Árpi. Na, ezekkel folytatjuk mindjárt, jó? Előtte itt a Clean Bandit és a Rockabye. Egy újabb óra. Mosolyra hangolva. Napjaink és az elmúlt 40 év legjobb zenéivel. FM 95. Debrecen Rádió. 6 perc múlva lesz 4:09, ez itt a Debrecen Rádió, benne pedig a Vekker. Hello, jó reggelt és jó Vekkert mindenkinek. Azt írja nekünk Gyöngyi, hogy a jelenleg szóló slágert a csatorna reggeli műsorvezetőinek küldöm, mert olyan jó fejek. Szép napot nektek, Gyöngyi, köszönjük szépen. Köszönjük szépen, neked is szép napot, Gyöngyi. De ilyen jó fej hallgatók mellett könnyű jó fej műsorvezetőnek lenni. Abszolút, fején találtad a szöget. Az érdem az nem a miénk. A meteorológusok szerint ma még azért sokat lesz borús az égbolt, bár egyelőre derült az ég fölöttünk, hál' Istennek. Csapadék nem valószínű, a hőmérséklet pedig akár a 13 fokot is elérheti, az élénk szél fog ma gondot okozni, leginkább az előrejelzések szerint. Illetve félpályán megindult a forgalom Balmazővárosnál, ahol még reggel olyan 17:30 körül történt egy baleset sajnos, de most már úgy lassanként kezd helyreállni a rend arrafelé. És ebben a pillanatban kaptuk az infót Lacitól. Sziasztok, trafi a Vámospercsi úton, köszönjük szépen, óvatosan arrafelé is. Aki nem tudná fejből a telefonszámunkat, az SMS és Viber számunk 20 95 95 95, vagy lehet minket hívni is a 95 95 95-ön. Na, nézzük, hogy miket írnak a hallgatóink. Ugye abból a hírből indultunk ki, hogy egy felmérés szerint a férfiak reggel több időt töltenek a fürdőszobában, mint a nők, nem sokkal, egy picivel, olyan 4 perccel körülbelül. Borzasztó eredmény, igen. B, hogy azért ez az idő férfiaknál és nőknél is átlagosan 1 óra körül van minden reggel, amit megint csak nem akarunk elhinni. Megkértük a hallgatóinkat, hogy mérjék le, hogy nekik mekkora, mármint az idő, amit a fürdőszobában töltenek, és hát aztán már most itt eljutottunk a férfi ideálig, meg hogy kell a férfinak piperkőcködnie, meg nagyon adnia magára. Na, nézzük, hogy miket írnak a hallgatóink, jó? Azt írja valaki, hogy nem feltétlen igénytelenség az oka a reggeli rövid idejű készülődésnek, butaság ez csak az igényességre fogni, hogy amiatt töltünk órákat a tükör előtt, vagy éppen nem. A körülmények jelentősen meghatározzák ezeket a pipere dolgokat. Nyilván mi is csak viccből mondtuk az igénytelenséget, tehát ironizálunk itt egy kicsit ezzel. Persze. Meg hát egyébként ebben egyetérthetünk, hogy negyed óra alatt is, vagy 10 perc alatt is az igényes ember el tudja végezni a dolgát. Aztán, a fürdőszobában. Sziasztok, nálam stimmel az idő, de abban benne van a reggeli házas élet is, írja nekünk Pisti. És az egy órából mennyit vesz igénybe a reggeli házas élet? Mert arra tippelek, hogy nem az rontja a statisztikát. Hogy az pikpak megvan, és akkor utána mit csinálsz? Az egy órából a következő 55 perc mivel telik? Azt írnám. Szerintem meg rossz vagy tippelésben. Én inkább erre szavazok, és legyen így. Attila, én reggel a kádban szoktam folytatni az alvást, kb. Fél órát. Ez utána jó. Rájövök, hogy elkések, és 6-7 perc múlva már kabátban vagyok. De nyugtass meg, hogy nem a kádban vagy kabátban, hanem azért, hogy kipattansz és felöltöz. De ezt más is írta már, az előbb is volt egy ilyen SMS-ünk, hogy ő reggel elalszik a kádban. Én imádok kádban aludni, de reggel erre sajnos nincs idő, és irigyellek, hogy neked erre reggel van időt. Egyébként nincs rá ideje. Hát, pont, hogy nem lenne rá ideje. Azt mondja, hogy rohan emiatt mindig. Aztán, de utána a rohanásban 5 perc alatt, vagy 6 perc alatt. Várjál, ez hatalmas duma. A mostani témátokról jutott eszembe, a nők azért isznak kevesebbet, mert minden férfi szép. Jaj, Istenem. Azt hiszem, hogy meg tudom, hogy az óra végén kellene kiosztanunk a naphallgatója díjat, de én már ezt most elküldöm a fő tapsot a kedves hallgatónak, aki ezt megérte nekünk. Pálinka nélkül nem tudod elviselni a nem túl szép lányokat? Én mondjuk nem iszok. Tehát mondjuk annyira nem. Mert a hallgatótól kérdezem meg. Nem, hát nektek még csak véletlenül sincs szükséges. Legtöbbször elmondanám. Ilyenre, mert mi szépek vagyunk.
legtöbbször elmondanám... Mit a lezárva? Mi szépek vagyunk. Ne is mondj semmit. Akik nem ideális nők, legalábbis a férfiak számára, a legjobb fejek. A legjobb fejek. Feleségnek valóak, és szerintem társnak valóak. Na mindegy, zárójában. Ezt nem lehet így beskatujázni szerintem semmilyen formában. Aztán a szolizós, szörtelenítős pasi szerintem pont-pont-pont-zi írja valaki, elég tömören összefoglalva a véleményét. Én kb. 30-40 percig vagyok a fürdőben, amikor hajat mosok, 20 perc az áztatás, tusfürdő, sampon, aztán kiszállok, megtörlöm a hajam. Fogmosás, arclemosó, fésülködés és kész. 25 vagyok, a bőrömmel nincsenek gondok, a hajam meg félhosszú, vékony szálú, gyorsan szárad. Ezt írja egy kedves hallgatónál, ez a reggeli rutin. Aztán piperkőc, szagos, műzés, pasik, önimádók. Egy pasi legyen családcentrikus, védelmező, erős, üdv Marika. Jaj, nagyon szépen összefoglaltam, ne, Marika. Ne. Hát nem zárja ki egymást a kettő. Miért de, de Vili, de kizárja. Miért? Azért, mert aki piperkőc, az nem foglalkozik a családjával. Nem, aki képes egy-másfél órát saját magával foglalkozni, és tényleg úgy nézni magát a tükörben, mint hogyha legalábbis egy félisten lenne, és aztán azt még úgy adja elő, úgy prezentálja, hogy csak rá tudj figyelni, és csak rá tudj koncentrálni. És ha a nők csinálják ezt, mert a nőknél meg elfogadjuk ezt egy órát annak a fürdőszobában. De ne hasonlítsuk már össze, amikor egy nő készülődik, és amikor egy férfi készülődik. A férfi ne azért legyen, vagy ne, tehát ne piperkőcködéssel próbálj meg magára felhívni a figyelmet. A férfi... De az nem piperkőcködés, hogy adok magamra, meg odafigyelek magamra, meg szeretek jól kinézni. De azt a másfél órát miért nem töltöd azzal, hogy mondjuk művelődj, vagy mondjuk tényleg bókolj a nőnek, aki tényleg elvileg... Másfél órát minden nap. Nem. Drágám, fél hét van most, akkor 8-ig bókolok akkor neked. Akkor koncentrálj a munkádra, vagy valami férfi dolgot csinálj. Miért zárja ki a kettő egymást? De? Reggel fölkelek 5-kor, 6-ig a fürdőszobában vagyok, rendbe szedem magam, jól nézek ki, és jobban megy utána a munka, jobban de tudok a családomra baj... figyelni, mert jól érzem magamat a bőrömben. De sugárzik az ilyen férfiakról, hogy azt vár, de hogy is nem, de. Azt várja el, hogy megdicsért, hogy azt gondolt, hogy nála nincs jobb pasi a világon, hogy ő a legszolizottabb. Dehogy is. Egyszer, úristen, egyszer növesz szakát, és próbáld ki, hogy azt rendbe szedni mennyi idő például. És az nem piperkőcködés, az ilyen kínlódás a szakávágóval, meg mit tudom én. Arra például mit mondasz, hogy nagyon sok férfi például lábát gyantáztatja? Nem divat a szőrös láb. Hát most mit csinálják? Régen, most mindenféle vicc nélkül, régen a szőrös nők vonzóak voltak a férfiak számára. Így van? Így van. Aztán sajnos valamiért, vagy sajnos nem tudom, mindegy, divatba jött az, hogy a nő szőrtelen nincsen. Rendben van, most már ez az általános, szinte ez a természetes. De honnan jött a férfiaknaktól az a gondolat, hogy követniük kell ezt a mintát? Hát mert ez a divat, nem tudom, valahogy divatba jött. Mert ha a fejem tetejére állok, sem fogom megérteni. A divatot soha nem fogod tudni megmagyarázni, hogy most éppen mi miért divat. Ebben magyarázatot mondom, keresni kár szerintem. A nőnél azt mondom, hogy most már rendben van, ne legyünk szőrösek. De a férfi nyugodtan lehet szerintem szőrös, és nem azt mondom, hogy elítélem azt a gondolkodást, aki azt gondolja, hogy a férfi is legyen csupasz, de semmiképp nem tudok vele egyetérteni. Egyébként, ha úgy gondolja a férfi, hogy szőrös legyen, akkor legyen szőrös, ha úgy gondolja, hogy gyantáztat, mondjuk a mellkasát rendben van, de mondjuk a lábat azt egyszerűen nem tudom elképzelni. Szőrös hát. Ha zavarja, akkor oké, akkor gyantáztassa le. De téged zavar például a szőrös hát? Nem találkoztam még olyan igazán. Nagyon sok férfinak szőrös háta. Nem tudom, nem találkoztam még olyan. Menj ki a strandra néha, aztán nézel szét. Szerintem semmi gond nincs azzal. Ha belül ő rendben van, mint férfi. Na, hát ez az, igen. És ez sugározza kifelé, akkor engem nem érdekel, hogy szőrös a háta. Ha amellett férfi, és tud velem nőként bánni. De attól miért ne sugározhatna az, hogy férfi, hogy rendbe teszi a szőrzetét? Miért fogadod el azt, hogy az arcunkon borotválkozunk, máshol meg ne borotválkozunk? Ugyanolyan szőr ez is, mint bárhol máshol. Mi a különbség? A különbség ezt, a fejedben ha, van. Ha ezt úgymond diszkréten kezeled, akkor nincs vele baj. De az a baj, hogy nagyon sok emberről, vagy nagyon sok férfiról... Hogy hát ezt nem diszkréten kezelni, nem az utcán borotválom szinte, magam. Szinte várják azt, hogy megdicsérjük őket. A nőnek nem az a dolga, mert jól esik nekünk is, hogy a férfit megdicsérje. Jó, de... De te mondjuk egy nőnél kiemeled azt, hogy de szép a lábad, vagy nem tudom, de szép formás, vagy valami. Ez nagyon nevetségesen hangzik fordítva. Na várjál, egy-egy SMS. Szia, igaza van a csajnak Jocó derecskéről. Sziasztok, egy férfi legyen férfi, és pont. Ápolt, de férfi. Na.
Ez alatt mit értünk, hogy legyen szűrös? Judit mindjárt megmagyarázza nekünk, addig meghallgattunk egy jó kis dalt, jön majd az Erasure és az Always, és beszélünk egy igazán jó pasiról is, jó? Zámbó Árpit elővesszük mindjárt. Ez volt az Erasure és az Always, itt a Debrecen Rádióban. Hello, jó reggelt mindenkinek, a mai vekkel kellős közepén vagyunk, nem sokára már fél kilenc lesz. Jó reggelt mindenkinek, illetve inkább jó munkát. Vita alakult ki itt ma reggel, és ugye arról beszélgettünk, hogy ki mennyi időt tölt a fürdőszobában, aztán nagyon messzire jutottunk a férfi ideálig, meg hogy a férfinak kell-e nagyon piperkőcködnie, meg adnia magára. Judit megírta nekünk, hogy szerintem milyen egy ideális férfi. Figyelem, tisztelet, határozottság, figyeljen oda a nőre, és ne magával legyen állandóan elfoglalva. Borotva, arcszesz, haj, normális öltözék, de ne gyantázza már magát, ne járjon már körmöshöz. Azt kell, hogy mondjam, hogy mostanában azt tapasztalom a nőktől, hogy nagyon figyelmetlenek a férfiak, és most tényleg nekem nincs párom, nem is páratlan maga, vagy. Nem is a magam nevében szeretnék beszélni, hanem az elmúlt, nem tudom, időszak tapasztalatai jutottak most eszembe, és tényleg arról panaszkodnak a nők, hogy egyre kevesebb figyelmet kapnak, és ezért bosszankodok itt, hogy egy férfi ne azért gondolja magát férfinek, mert másfél vagy két órát a fürdőszobában tölt. De ezt senki nem mondta, hogy azért gondolja magát egy férfi férfinak. Ezek nem zárják ki egymást, nem, hogy most én sok időt töltök a fürdőszobában, és amiatt akkor már nem figyelek a nőre. De ez nem zárja ki a kettő egymást. De két különböző dologról beszélünk. Rendben van, most gondolom nálad egy héten egyszer előfordul, hogy alaposabb, nem? Hogy alaposabban nem, fürdek? Nem. Hogy, azért olyan sűrűn nem. Nem, tehát ahogy mondtad... ahogy mondtad is, hogy nem feltétlenül borotválkozom minden nap, vagy nem minden nap vágod a szakálladat, nem tudom, milyen gyakran csinálod ezt, ebből már úgysem fogok jól kijönni. De én most gondolok azokra, akiknél ez mindennapi tevékenység, vagy minden másnap. Borotválkozni egy férfinak nem kell minden nap. És két óra hosszát a fürdőszobában tölteni. Arra már azért egy picit dühös vagyok, és nem csak én, tehát mondom, nem a magam nevében szeretnék beszélni, jó, hanem elhiszem, a nőtársaim nevében. Oké, de azzal nem értek egyet, hogy akkor már az biztos nem is férfi, mert hogy ezeket nem zárják ki egymást ezek a dolgok. Na még egy üzenet, szép öregát nektek, lezseren is lehet elegáns és tiszta egy férfi, ápolt borostával, nem zsíros, hosszú vagy rövid hajjal. Annó én a fiú kezét és körme ápoltságát, a cipőjét néztem, hogy milyen tiszta, a nagyon piperkőcök mindig gyanúsak voltak. Zámbó Árpi ugyancsak nő nélkül élne le az életét, ha rajtam múlna. Klárika írta ezt nekünk, köszönjük szépen. Nagyjából egy bevágó üzeneteket kaptunk, tehát a nők nem szeretik azt, hogyha a férfiak két óra hosszát töltenek a fürdőszobában. De azt meg szeretitek, ha jól nézünk ki. De jól tudsz kinézni úgy is, hogy 20 percet töltesz a fürdőszobában. Te is. De én nem töltök két óra hosszát a fürdőszobában. Akkor úgy mondom, hogy a nők is. De nekem vastag szálú hajam van, és egyedül a hajmosás az, ami nagyon sok időt vesz igénybe. De ezzel nem tudok mit csinálni, nem tudok zsíros hajjal járni, bocsáss meg nekem. Akinek viszont igazán szép haja van, most már csak elmondom ezt a Zámbó Árpi sztorit. A Zámbó Árpi, ugye szép, hosszú, vállig érő göndörhaj. Ez valami sorsszerűség, hogy pont őt dobta föl nekem itt a Facebook, ahogy nézelőttem. Mire gondolsz? Már most egy kicsit másik téma, csak így beindult az agyam erről. Van egy ilyen oldal a Facebookon, hogy minden nap ugyanaz a kép Zámbó Árpiról. És egy ilyen nagyon fes képet kitesznek róla, minden áldott nap valami hülye szöveggel, amin Árpi egy zálogház előtt áll, egy kockás zakóban cigizik, és a művészén a távolba réved. Hát minden nap fel kell, hogy dobják a napunkat és egy minden, picit, minden nap írnak hozzá valami nagyon vicceset, meg nagyon vicceseket kommentelnek is. Arra gondoltam, hogy egy ilyen oldalt egyébként mi is csinálhatnánk. Minden csak nap ugyanazt a képet kiposztoljuk csak magunkról? Nem magunkról, mondják meg a hallgatóink, hogy ki legyen az a férfi ideál, akiről egy ilyen oldalt csinálhatnánk mi is. Na most beindult az agyműködésem még. Most kedvet kaptam egy ilyen oldalt gondozni. Minden nap ugyanaz a kép. XY-ról. Segítsen nekünk a hallgatóink, minél gagyibb, annál jobb. Én pedig azt akartam mondani, hogy akkor várjuk a férfi ideálokat. De hát szerintem a hallgatók eldöntik helyettünk. Na, én is arra tippelek, ki az, akiről minden nap hiányzik egy kép az életetekből. 0620 95 95 395 az SMS és Viber számunk. Hírek, aztán pedig Ale Farben és a Bad Ideas. Whitney Houston és a My Love is Your Love itt a Debrecen Rádióban. Jó reggelt és jó vekkert mindenkinek. 3-4-9 lesz 6 perc múlva ébresztő. A meteorológusok szerint változóan felhős lesz az égbolt, de
igazából számottevő csapadék nem valószínű, 10-13 fok körül lesz a hőmérséklet mai csúcsértéke. Február végén ez egyáltalán nem rossz egyébként szerintem. Na, még mindig itt az ápoltság meg a pipelészkedés közötti különbségről beszélgetünk, mennyire kell egy férfinak adni a magára, és mennyi időt kell a fürdőszobában töltenie. Azt mondja, hogy szavazzunk, van egy nagyon szörtelen, szolis, jól fésült, hófehér fogú, műmosolyú, illatozó pasi, és egy farmernadrágos, pólós, kicsit borzos, szappantól illatozó, szívből mosolygós, csillogó szemű pasi egy 6 hónapos bébivel a kezében. Melyik pasi a nyerő? Üdv Marika! Mivel most én tudom képviselni a nőket, szerinted melyiket fogom választani? Én szerintem ez teljesen igazságtalan, így ez a kérdés. Nem is erről van szó egyébként igazából, hanem a férfi tudja azt, hogy ő hogyan akar férfi lenni, és szerintem ne az által akarjon férfi lenni, hogy hogyan néz ki. És gyakorlatilag ennyiről van szó. Legyen egy értékrendszer, ami képviselni tudjon bánni a nővel, és készen vagyunk. Utána, hogy 5 percet, vagy... fél órát ölt a fürdőszobában, az már mindegy, szerintem a 2 óra hossza nem fér bele. Várjál. Ki is mondta ezt egy olyan 20 perccel ezelőtt? Ja, én! Hát ugyanazt mondjuk végre valahára. Okay, hogy okay, a kettő nem függ össze. A kettő nem rendben, függ össze. Rendben, de azért a 2 óra hosszában már beleköthetünk, mert az már egyértelműen a sugallja, hogy csak magával törődik. Nem, mert van még 22 óra a napból, amikor törődhet veled is például. Nem, én ebből nem vonnék le messze menő következtetésre, ki mennyi időt tölt a fürdőszobában. Szerintem. Egyébként mindenkinek szíve joga azzal járni, akivel akar, azzal megosztani az életét, a házát, akivel akar, úgyhogy nem is kell itt nagy igazságokat kiosztanunk szerintem. Vilikém, ma csak, hogy magamat dicsérem egy kicsit, nekem mindegy, mennyi időt telik el reggelente a fürdőszobában, a végeredményt sokszor látom, és nekem tetszik, mert a tévében is látlak. Rád mindent lehet mondani, de azt nem, hogy piperkőc vagy. Igazad van, ha te úgy érzed jól magad, és szerinted nem vagy piperkőc. Biztos sokan megnéznek, és megfelel a külsőd. Én igaz koromnál fogva nem nézhetek rád, csak úgy, mint a fiamra, de a szépet megnézhetem és meglátom. Puszi, köszönöm szépen, aranyos vagy, kedves hallgató, aki ezt írtad nekünk. Igen, hát mindenki csinálja úgy, ahogy neki jó. Már megint ehhez a nagyon bölcs gondolathoz jutottunk el, hogy mindenki annyi időt töltsön a fürdőszobában, amennyi neki megfelel, és amennyi neki kell ahhoz, hogy jól érezze magát a bőrében. És szerintem akkor ezzel a nagyon nagy igazsággal tulajdonképpen le is zárhatjuk ezt a témát. De földobtunk közben egy másik témát is, ugye itt a minden nap ugyanaz a kép Zámbó Árpiról oldal kapcsán. Jönnek itt az ötletek a hallgatóinktól, hogy kiről hiányzik egy ugyanaz a kép az életükből minden nap. Azt írja valaki, hogy Korda György. Gyuri bácsi. Na, Gyuri az bácsi. Jó. Várján, keresek róla valami. Gyuri bácsid. Van itt egy ilyen vicces kép róla, ahol óriási mosolyjal, piros fejjel, valószínűleg egy kicsit bevízkízve néz a kamerába. Ez például nagyon jó lenne, igen. Aztán Fekete Pákó. Jaj, ne. Pataki Attila. Róla ma reggel már beszéltünk. Biztos róla is lehetne valami vicces képet találni, várjál. Közben hallgatlak. Azt írja valaki, SP. Hát... Nem érzem túl erősnek. Gálvölgyi János? Hát, abban meg, benne meg nem nagyon van. Na és valaki azt írta, hogy Alekosz. Alekosz. Ez a kis fecskés kép róla. És a tipikus kicsit tartás. Kicsit? Tartja magát, és egy boros üveg a kezébe. Hát ezzel meg lehetne csinálni. Ha minden nap ugyanaz a kép Alekosz. De legalább öltöztessünk már fel előtte, kérlek. Ne, hát ez így vicces. Alsógatja nyakkendő boros poár. Én ezt nem akarom minden nap nézegetni. Hát akkor majd te nem lájkolod az oldalt. Abban biztos lehetsz. Na, ezt megcsináljuk, nem sokára ott lesz a Facebookon, jó? Lehet, hogy már most neki is kezdek, addig jöjjön a Jonas Blue és a By Your Side. Egy igazi házi bulizala így a hétvégére, Gloria Gaynor és az I Will Survive, hello, jó reggelt, ez a Debrecen Rádió, benne pedig 6-tól 10-ig a Vekker, jó Vekkert, 3-9 volt 4 perccel, a fél szemünk folyamatosan az utakon. Ma reggel Ernő volt az egyik émünk, azt írja, hogy sziasztok, a 47-esen Berettyóújfalu és Derecske között trafi, köszönjük szépen, akkor óvatosan, egy picit visszafogottabban. Illetve megindult a forgalom Balmazújváros és Debrecen között, még kora reggel volt ott egy baleset, az sokáig feltartotta a forgalmat, teljes útzár is volt egy időben, de most már a hírek szerint viszonylag jól lehet arrafelé közlekedni. Köszönjük szépen azoknak, akik ezt megírták nekünk. Ja, jött még itt egy nagyon jó ötlet, hogy kiről csináljunk egy ilyen minden nap ugyanaz a kép oldalt. Paudics Béla, írja az egyik hallgatónk. Jó ötlet, akkor erős a mezőny. Én most Korda György, Paudics Béla és Alekosz között hezitálok.
Az előbb olyan határozottan mondtad, hogy Alekosz, így azt gondoltam, hogy már. De közben megnéztem, hogy milyen sármos Paudis Béla, megnéztem, hogy milyen sármos Korda György, és most egy kicsit elbizonytalanodtam. Ne hozzunk hirtelen döntést, én azt mondom, jó? Legyen meglepetés, ki fogjuk posztolni a Debrecen Rádió Facebook oldalára, hogy mi lett a végeredmény, hogyha készül az oldal. Jó, köszönjük szépen az ötleteket minden esetre a hallgatóinknak, nagyon jók voltatok. És még valaki írja, csak egy kis technikai részlet, azt írja nekünk egy hallgató, hogy ahol ő hallgat bennünket, ott elég rossz az adás, két rádió szól egyszerre a 95 MHz-en. Sajnos tudunk róla, van ahol itt a megyében egyes helyeken egy román rádió elnyom bennünket. Nem akarok belemenni, Romániában más a rádiók szabályozása, mint Magyarországon, ők megtehetik azt, hogy olyan erővel adnak, hogy ezt itt is érezzük, rajta vagyunk a probléma megoldásán, addig pedig lehet bennünket hallgatni például a honlapunkon keresztül neten www.debrecenradiofm95.hu. Köszönjük a türelmet. Egyébként pedig 0620 95 95 395 az SMS-es Viber számunk, ide lehet nekünk írni, és ha már egy Paudis Béláról, meg Alekoszról, meg Korda Gyuri bácsiról beszélgettünk, akkor mi más is jöhetne, mint Tom Jones és a Sex Bomb, DJ Snake és Justin Bieber és a Let Me Love You itt a Debrecen Rádióban. Mindjárt 9 óra lesz ez a Vekker. Marcsitól lassanként el kell búcsúznunk. Csak nem elfáradt el így péntekre. Az ember ilyenkor már érzi egy kicsit, hogy hosszú volt a hét. Sziasztok, a mai témához csak ennyit tudok hozzászólni. Ebéd. Viccet félhetéve, a férfiaknak szerintem elég kellene, hogy legyen napi kb. Fél óra készülődés, legalábbis a férjem megold ezen idő alatt mindent, Bea írta ezt nekünk, és egyben igazad nevezett az ebédjátékra is. Menjünk, együnk egy nagyot, és akkor felejtsünk el mindent. És jó, hogy mondod, egyébként olyan éhes vagyok most. Meg is éheztél, ugye? És kaptunk még egy ötletet, hogy kiről készítsünk egy ilyen minden nap ugyanaz a kép róla oldalt. Benkő Dániel. Nagyon erős a mezőny. Maradjunk abban, hogy ne kapkodjuk el ezt a nagy döntést. A hétvégén meghányjuk, vetjük, hogy igen? Ki legyen az, és akkor hétfő reggelre itt vagyunk. Tényleg a megfejtéssel. Tényleg erős a mezőny egyébként. Alekosz, Benkő Dániel, Korda Gyuri bácsi. Na még mielőtt tőled elbúcsúzunk, gyorsan a mai főtapsot is osszuk ki. Nekem két jelöltem van. Az egyiket már kiosztottuk, igen. Jani, aki ugye írt azt a nagy dumát, hogy a nők azért nem isznak meg minden férfi szép. Igen. Hát a másik pedig ki más lehetne, mint Klári, aki halálra dicsérte a külsőmet. Hadd legyen ő ma a nap hallgatója. Léci. Legyen, de nem miattad, hanem az ő maga kis személyisége. Persze. Akkor ő ma a nap hallgatója. Köszönjük szépen mindenkinek, aki hozzászólt a témához. Marci, neked is köszönjük, hogy itt voltál velünk. Hétfő reggel 6-kor várunk téged vissza ide. Oké, én még maradok egy kicsit. Fürdőszoba menteset és inkább tartalmasat. Hát azért fürödjünk a hétvégét. Én még maradok egy kicsit, a hírek után hozom Szia Dalát. Szia Marci.